folyamatosan arra törekszünk, hogy minden évben valami újat dobjunk piacra, figyeljük a horgászok igényeit, kívánságait, figyeljük a külföldi piacot, milyen újdonságok, új termékek jelennek meg. Ezen ötlet apropójából megalkottuk a pop-up pasztákat, 7 különféle ízben került forgalomba, egészen a büdös, édes, ananászbanán, körtekhagyló, fűszerhús, eresznyerák, csiliszilva, tehát felhozatal megvan. Különlegessége és egyedisége a többi pasztákkal szemben, hogy egyrészt fluopaszta, másrészt pedig levegőpaszta. Kimondottan gyors pecákra lett ez létrehozva, mint például a metód horgászat, de ugyanúgy lehet használni bordáskosaras horgászatnál, vagy oldalkosaras horgászatnál, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy 10-15 percen belül ez a réteg, amit rágyúrunk tulajdonképpen vagy a pasztakosára, vagy a csalira, az gyorsan bontson, felhőt képezzen, ingerlő hatása legyen a halak számára, és ezáltal elhúzza a csalinkat. Többféle felhasználási módja létezik, mint ahogy említettem, ez a pasztakosaras verzió. Ez egy nagyon egyszerű és nagyon jó kis találmány, amit ugyanúgy hajszálelőkére kell megkötni, akár a csalitüskét, akár a hajszálelőkének a folytatását is, ugye a bojlis horgászatból ezt ismerjük. Itt ezt a kis pici kosarat kötjük a végére. Nagyon egyszerű csalizás, be is fogom mutatni, egy kirívó szint választanék, egy ilyen ananászbanános pop-upot, ez egyik kedvencem ez. Nagyon jó az állaga, tehát először, hogyha levesszük a tetejét, tulajdonképpen egy ilyen gyerekkorunkból ismerős, vagy akinek van kisgyereke, az tudhatja, hogy néz ki a gyurma. Egy nagyon lágy, de mégis könnyen formálható, nagyon erős illatú és ízű is, meg is lehet kóstolni, nagyon fontos az is, hogy íze legyen a terméknek. Szabadon formálható, akár háromszöget, akár kis golyót formálhatunk belőle, sőt egy olyan trükköt is meg lehet csinálni, hogy egy kis golyót formálunk belőle, ezt egy picit kirakjuk ide a levegőre, most jó is, mert fúj is a szél, kicsit kérgesedik, megszárad a külseje, és akár ekkorát, vagy éppenséggel egy 5 mm, vagy 3 mm átmérőjű kis golyót, nagyon szuperül föl lehet tűzni a csalitüskére. Most én ennek leveszem a felét, pici golyót gyúrok, és mint látható itt a pasztakosár, ebbe csak simán belenyomom, akár így hagyom ebben a formában, akár visszaformázom golyóvá, teljesen mindegy, hogyha egy ilyen konkrét golyóformát csinálunk, akkor az oldódása az kitolható, viszont hogyha hagyunk akár mint a kenyérrózsánál is ilyen darabosabb széleket, akkor az oldódás az hamarabb fog véghez menni. Etetőanyagot most nem fogok a kosárba gyúrni, hiszen ennél a módszernével lágy a paszta, a horgot nem rakjuk bele a metód kosárba, hanem csak egyszerűen simán megtöltjük, mivel hajszálelőkén van ez a kis kosár, a horgot egész nyugodtan be lehet nyomni ide a közepére, és mikor ez mederfeneket ért, az etetőanyag körülötte lebomlik, és ez a kis paszta megemelkedik. Ezt itt az akváriumban ezt tökéletesen tudom illusztrálni, mint látható is, paszta az teljes előkehozba megemeli a horgot. Egy kis trükk, amit már kikísérleteztem, hogyha akár egy oldódó bojlit, egy kukoricát, vagy egy süllyedő pelletet akarunk ezzel a pasztával beburkolni, akkor egy olyan 2-3 mm-es vastagságban, független attól, hogy mekkora csali, éppen csak kikönnyíti, tehát ezen a fél távon fog lebegni, hogyha ettől nagyobb gombócot rakunk rá, akkor pedig teljes előkehozba megemeli a csalit. Nagyon fogós csali, volt már alkalmam tavaly ősszel tesztelni, rengeteg halat adott. A különböző ízek, különböző évszaknak megfelelően alkalmazhatóak, bár most már nincs egy olyan bevett szokás, hogy hideg víz akkor a édes aroma, a meleg a víz akkor a büdös aroma. Persze jobban érvényesülnek ezek a aromák a két meghatározott víztípusba, vízhőmérséklet típusba, de már polipos tinta halassal is, tehát büdössel is, hidegvízben is fogtam halat, és ugyanúgy nyáron is tökéletesen működnek az ilyen, ebben az esetben cseresznyerák, vagy éppenséggel körtekhagylós paszták is és etetőanyagok is.